Az idei év kedvezően indult a dohánytermesztőknek, ám a mostanra már beérett növény sok mindent átélt az elmúlt hónapokban. Késő tavasszal aszályos idő volt, július elején pedig jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között emiatt a vártnál mintegy 300 tonnával kevesebb dohányt tudnak majd betakarítani. A természeti csapás mellett azonban gazdasági hátrány is érte a termelőket. Az ULT Magyarország ZRT, azaz a megye dohányfelvásárlója minden év elején szerződést köt a dohánnyal foglalkozó gazdákkal. Ez idén is így történt, ám kevesebb dohány átvételére szerződtek. Az ULT 2016 évben mintegy 20%-kal csökkentette a korábbi évekhez képest a szerződés mértékét. Ugyanakkor időközben ismerté vált az, hogy a cég vezetése a nyíregyházi fermentáló működtetését ebben az évben megszünteti, és várhatóan ez nem is fog újra beindulni. Ennek ellenére a leszerződött mennyiséget maradéktalanul felkívánja vásárolni az ULT. Ennek a feldolgozása Olaszországba fog megtörténni, és ígéreteik szerint a közeljövőben, hát ezt a közeljövőt legalább 2020-ig prognosztizálják, és mi bízunk benne, hogy utána is fennmarad ennek a térmértéknek a termeltetése és a felvásárlása. A kézi és gépi dohánytörések már megkezdődtek, az összegyűjtött Virginia leveleket általában mesterségesen szárítják, ezekben a gázfűtéses fémkamrákban általában egy hétig szárad a dohány. Ezt ellenőrzi Tóth Sándor termesztő is. Az ófehértói gazda közel 40 éve foglalkozik dohánnyal, jelenleg 150 hektáron termeszti a növényt, ez is az ő területe. A dohány levél minősége jó. Elég sok nap fényes órák is voltak, úgyhogy a beltartalom is jó, beépült a száraz anyag. Ahogy már most már szedünk ki száraz dohányt, úgy látjuk, hogy egész jó súlyok jönnek kifelé, tehát a száraz anyag beépült, minőség pedig jó. Tavaly 450 forint volt kilónként az átlag felvásárlási ára a dohánynak, idén is ilyen ára számítanak a gazdák.